Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket a Fókuszban hírháttér magazinunkban, amelyen minden kedden este jelentkezünk a híradó után. Múlt héten az általános iskolai beiratkozásokról beszélgettünk, ám közeleg az óvodai beiratások határideje is. Ez is sok családot érint, hiszen nem mindegy, hogy melyik óvodát vagy óvónőt választjuk gyermekünknek. Hamarosan erről beszélgetek majd a Makói Óvoda intézmény vezető helyettesével. A beiratkozások kapcsán nyílt napot tartotta a Makói Óvoda a múlt hétvégén. Stábunk az Erdei Püspök utcai óvoda nyílt napjába kukkantott be. Bekukkantottak a jövő óvodásai a Makói Óvoda Erdélyi Püspök és Kassai utcai tagintézményének életébe pénteken és szombaton. A kicsik szüleikkel együtt járták végig az óvodát, meglesve azt, hogyan is zajlik ott egy-egy nap. Az intézmény azért várta az érdeklődőket ezeken az alkalmakon, hogy még a beiratkozás előtt információval lássák el a gyerekeket és szüleiket. Az a célja, hogy bepillantást nyerhessenek az óvodai életbe. Péntek és szombati napra szerveztük, pontosan azért, hogy belekukkanthassanak a mindennapi életbe, hogy mi itt a gyerekekkel hogyan élünk, akár egy foglalkozást, akár a 10 óraizást, egy tornát, hogy meg tudjanak nézni a kedves szülők. A szombati napot viszont azért gondoltuk, hogy sikeres lehet, mert ott akkor kizárólag csak a szülőkkel és az ő gyermekeikkel fogunk tudni foglalkozni, minden kérdésre tudunk válaszolni, körbevezetjük őket az óvodaházunkban. A picik együtt játszottak a már odajáró ovisokkal, akik szívesen megmutatták mindennapjaikat a vendégeknek. Azt is elárulták, hogy telnek napjaik, és hogy miért szeretnek az Erdélyi Püspök utcai óvodába járni. De nagyon szokott telni a napom, és reggel mindig szoktuk mondani azt, hogy jó reggelt kívánok, jó hangosan, hogy a szobornéni kajak, és oda szoktuk venni, mikor megyünk el, hogy, és azt szoktuk mondani, hogy jöttek értem, viszont látás. Miket szoktatok csinálni? Gyurmázni, meg játszani. Miért szeretsz ebbe az óviba járni, elmondod nekem? Meg kedvesek az óvónénik. A felnőtteknek is akadt bőven benyomásuk a nyílt napról. Sokan voltak, akik már tudják, ide iratják gyermeküket, de előtte látni szerették volna, mi vár rájuk a későbbiekben. A kisfiam decemberben fogja betölteni a 3. életévét, és hát én már nagyon régóta szimpatizálok ezzel az óvodával, és szerettünk volna szétnézni, meg szerettem volna látni, hogy a gyerkőz hogy érzi magát nagyobb közösségben. És hát ez egy gyönyörű óvoda, nagyon jó óvónénit kell, úgy hallottam. Az óvodai bekukkantó ezzel nem ért véget, április 8-án és 9-én újabb nyílt napokon leshetnek be a jövendőbeli óvisok a Kálvin téri és a Hold utcai intézmények életébe. Köszöntöm a stúdióban Kocsocóné Mátó Évát, a Makói Óvoda intézmény vezető helyettesét. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Ahogy láthattuk, az előbbi bejátszásban ugye megkezdődtek az óvodai nyílt napok, az óvodai bekukkantó. Ez már hosszú évek hagyománya, tehát hosszú éveken nyúlik ez vissza. Mikor kezdődött ez, emlékszel rá? Így van. Pontos évet sajnos nem tudok mondani, de nagyon régóta hagyomány valóban, hogy ilyenkor a beiratkozás előtt lehetőséget biztosítunk a szülőknek arra, hogy betekintést nyerhessenek hozzánk az óvodába, az óvodai életbe, megismerhessék óvónőinket, dajkadénieinket, és egyáltalán az óvoda programját, és hogy hogyan is zajlik az óvodában a gyermekek élete. Most hétvégén mely óvodákba tekinthettek be a szülők és a gyerekek? 2 óvodaházunkban volt most nyílt nap, pénteken és szombaton, az Erdélyi Püspök utcai székhelyépületünkben és a Vertán telepen elhelyezkedő Kassai utcai óvodaépületünkben volt bekukkantó szervezve. Uh-huh. A napokból is adódik, hogy volt különbség a két bekukkantó között. Pénteken gondolom rendes óvodai nap volt, míg szombaton a mostani óvisok már nem voltak ott. Így van, azért gondoltuk, hogy talán így szerencsés lesz, mert a pénteki napokon valóban a saját kis óvodásaink is jelen vannak, és így ezeken a napokon a kedves szülők láthatják, hogy hogyan szervezzük a gyermekek mindennapjait. Miből áll egy óvodás gyereknek a kis életen állunk az óvodában, hogyan zajlik a 10 óraizás, hogyan zajlik a foglalkozások menete, és egyáltalán, hogy mi mindent csinálhatnak a gyerekek az óvodában. És akkor a szombati napon mit nyújtanak a szülőknek és a gyerekeknek? A szombati napokat viszont azért szerveztük, hogy azon a napon kizárólag csak az apró pici
érdeklődő gyerekekkel és szüleikkel tudjunk foglalkozni. Ezeken a szombati napokon szoktunk a szülőknek egy közös megbeszélést, egy tájékoztatót tartani, amíg a gyerekek játszhatnak az óvónénikkel a csoportszobába, berendezzük a tornaszobát, nekik előveszük azokat a játékokat, amikkel az óvodásaink is minden nap nagyon szívesen játszanak mozgásfejlesztő játékokkal. Így várjuk őket a szombati napokon. Mit látsz, mi a tendencia? A szülők mi alapján választanak óvodát? Óvónő szerint, ismerő szerint, vagy hogy a gyermeknek mi tetszik? Ugye ezek még kicsi gyerekek, tehát ők igazából 3 évesen nem tudnak választani. Erre általánosságban azért nem lehet válaszolni, mert minden szülőnek más szempont, ami fontos. Van, aki természetesen a lakókörzetet veszi figyelembe, hogy melyik óvoda van közel. Én nagyon bízom benne, hogy nagyon sokan vannak olyanok is, akik átolvassák a weblapunkon található programunkat, és annak köszönően választhatnak minket. Természetesen van, aki pedagógust választ. Nagyon sokan figyelembe veszik az épület jellegét, hogy hogyan néz ki az óvoda, milyen lehetőségeket, milyen tehetséggondozó műhelyeket kínál az óvoda. Mely tagintézményekbe lehet még bekukkantani, és mikor? Ezen a hétvégén, 8-án és 9-én várjuk szeretettel a Kálvin téri óvodaházunkba a kedves szülőket. Itt megtekinthetik a Kálvin téri óvodaház és a Hold utcai óvodaház lehetőségeit. Hány gyermeket tud fogadni a Makói óvoda 4 tagóvodája? Így van. A 4 óvodán összesen 130 gyereket vár most a beiratkozáskor. Uh-huh. És akkor így összesen hány csoportindítását tervezik? Vagy ezt most így nem lehet tudni még? 17 csoportindítását tervezzük, de természetesen, ha több csoportindításra van igény, akkor azt is meg fogjuk tudni oldani. A bekukkantók mindig a beiratkozásokat előzik meg, ezek mikor lesznek, és hol? Tehát, hogy központi helyen, vagy mindenki abba az óvodába menjen, amelyet választ? A beiratkozás időpontja az április 25-26-a hétfőként, és ez kizárólag a székhelyi épületben fog megtörténni. Minden óvodaházunk óvónénie vezetője ott fogja várni a beiratkozásra a szülőket. Reggel 8 órától délután 4 óráig. Gondolom, nagyon sok dokumentumot és papírt szükséges ilyenkor vinni. Nem is azt kérem, hogy sorolt fel ezeket, hanem az, hogy hol találják meg a szülők ezt, hogy mit kell vinniük, hogy érdeklődhetnek. Óvodánknak van weboldala, honlapja, a makoioboda.mako.hu címen érhető el, és itt minden fontos információt megtudhatnak arról, hogy mi mindent kell hozni a beiratkozáshoz. Természetesen azok a szülők, akik részt vesznek a bekukkantó nyílt napjainkon, ők kapnak erről tájékoztatót. Én azt gondolom, hogy a beiratkozás és a bekukkantók kérdéskörét kiveséztük. A múlt heti testületi ülésen szavazta meg a grémium, hogy az Ovi foci programhoz támogatást nyújt az óvodának. Mi ez az Ovi foci program, mit kell tudni? Róla ugye pályázatot nyertetek. Igen, nagyon köszönöm, hogy felhoztad, ugyanis nagyon boldogok vagyunk, és hálásak a Makói Önkormányzat képviselőtestületének, hogy megszavazta, hogy támogatja ezt a programot. Évek óta részt veszünk a Bozsik programban, tehát már az óvodás korosztálynak is tartunk úgymond foci edzéseket, de természetesen ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen játékos labdához szoktatás, versenyeztetés, közös játék. És megpályáztuk tavaly egy óvoda udvaron elhelyezkedő műfüves futballpályát, amit az idén sikerült elnyerni. Most hétvégén, 8-án, 9-én kezdik telepíteni a szakemberek ezt a pályát, így lehetőségünk nyílik, hogy nem csak zárt torna teremben, hanem a szabadban is tarthatunk a gyerekeknek foci edzéseket. Ezek a foglalkozások már most is zajlanak? Természetesen egész évben zajlanak, szeptemberben kezdődnek, szeptembertől májusig a szorgalmi időszakban tartanak ezek az edzések. Mekkora összegű ez a beruházás? Ugye pályázati pénz? Így van, ez egy 9 millió forint összegű beruházás, és az önkormányzat 2,8 millió forinttal támogatja ön részben a pályázat sikere, megvalósulását. Egyébként is törekedtek arra, hogy folyamatosan fejlesztétek az óvodákat, ugye az Ovisbáron is gyűjtöttek, méghozzá, ha jól emlékszem, akkor szabadtéri játékokra. Hogyan valósul ez meg, mikor történik ebben tovább lépés? Jelen pillanatban a Kálvin téri óvodaházunk udvarára szükséges beszereznünk új játékokat, tudva lévő, hogy ugye a fajátékokat az időjárás elég hamar megviseli, tönkreteszi, felújítjuk, valamint új játékokat fogunk vásárolni a báli bevételből, és szintén képviselői támogatásnak köszönhetően
Lesz rá módunk most, hogy tavaszra, nyárra, mire indul a nyári szabadtéri játékok időszaka, addigra egy megújult, felfrissült, modern, európai uniós szabványoknak megfelelő játszótérrel várjuk a gyerekeket. Ezek szerint akkor új játszótér és új focipálya is várja majd a gyerekeket, még így április-májusban? Így van, reményeim szerint igen, természetesen a beszállítóktól függ, hogy pontos időt még nem tudok mondani, de mindenképpen így a tavasszal szeretnénk erre. Ezekről természetesen mi is beszámolunk majd, el fogunk menni és megnézzük majd, hogy a gyerekek hogyan fociznak, és természetesen, ha elkészül a játszótér, akkor arról is láthatnak majd beszámolatom a Makói Városi Televízió nézőjén. Köszönöm szépen, hogy eljöttél és megosztottad ezt velünk. Köszönöm szépen én is a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében, és további szép estét kívánok. Viszontlátásra!